eszméletlen mennyiségű Rainbow Friends klón és hamis Chapter 2 játék van. Ugye a játék készítői kettő darab fejlesztő srác, akik hát lassan fejleszgetik a játékot, pedig most a Roblox játékok meg amúgy is ilyen csúcsán van. Van egy korszak, amikor FNAF, meg mit tudom én, micsoda van, meg volt a Huggy Buggy valamicsoda, nem is ismerem. Ó, van ez, jobban tudná. Meg most van ez a Rainbow Friends, ami egy tök király kis játék, játszottunk vele sokat. Jó móka, de ugye egy pálya van, kiszabadulsz, most újra és újra és újra. Nincsen neki nagyon sok értelme, és mindenki nagyon várja a második részét. És hát én úgy voltam bele, hogy megyek ebbe a rabbit hole-ba, ebbe a nyúljuk. Magyarul furcsán hangzik, tehát lemegyek a méhére, elkezdtem beütni, hogy Rainbow Friends Chapter 2, Rainbow Friends True, mindenféle összevisszaságot, és kikeveredtem egy olyan játékhoz, aminek az a neve, hogy Rainbow Friends Kart Ride, tehát ilyen mondjuk hullámvasútnak, és azt írja, hogy hullámvasúttal menj be Blue-nak a szájába a Rainbow Friends-ből. Na most ez borzalmasan jól hangzik. Ezenért? Nem akarsz azon nyomban egy hullámvasútról is bemenni Blue szájába? Mert én sem. Szóval én megteszem, hogy neked ne kelljen. Nézzük meg, hogy milyenek ezek a átverős Chapter 2 játékok, mert erre is úgy bukkantam rá, hogy beütöttem, hogy úristen. Igen, vásároljak és az nagyon jó lesz nekem. Így, mert menü mérésen a játékba. Szóval, srácok! Ha lesz a Rainbow Friends Chapter 2, akkor azt a fő játék kiadója és fejlesztője fogja kiadni. Ne vegyetek be semmiféle mást, átverés, javarésze. Tehát ez a játék is, ahogy nézem, vásárolhatok benne mindenféle fajta dolgot. Robuxért is, akkor milyen Jézus Máriám. Na mindegy. Szóval elméletileg ennek a játéknak a lényege, hogy be kell ülnöm egy ilyen kartba, és... tessék, elméletek, még nyerhetek 10.000 Robuxot is. Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne. Na, mondom, én nem vele akarok ülni, hagyjál már. Én egyedül szeretnék beülni ebbe a csoda játékba. Sunday 50% offer, minden, hurrá. Na, jó, várjuk meg a következő kartot. Én már pecintettem egy titkos Tutti Juice, srácok. Már nem bírtam ki, amíg válogattam itt a játékokon. Jól lementem ezeknek a Roblox játékoknak az aljára. Megtaláltam ezt a csoda dolgot. Most akkor menjünk vele? Jó, menjünk. Én már be se fértem. Thanks. Na, hát akkor itt megvárjuk. Azt hittem, hogy ez úgy megy, hogy idejövök, azt beülhetek egy randomba. És ezek most nem indulnak? Most mindegyik áll? Az most ott megint... Jó, ez most végre megindult. Na, ha jön egy, azon nyomban be kell magunkat belevadászni. Légy szíves, ide elém spónoljon egy. Most azon nyomban. Persze gondolom, vennem kéne valamit, és azt oda leszpónolt egy. Oh, click to regen cart. Nice, enyém. Jó, oké. Én itt ülök benne. Ez hátramenet. És most bekapcsoltam, megnyomtam, hogy hátramenet, és megy hátra. Megnyom, hogy hátramenet, előremenet. Semmit nem csinál, semmi értelme. A srác meg itt csúszik utánunk a levegőbe. Na, fantasztis. Szóval elméletileg ezzel szépen bemehetünk Blue-nak a szájába. És ha gyorsabban szeretnék menni, akkor vehetek Robuxért. De várjál, ott vége van a sinnek. What? Mi? Ja, értem. Fizika. Nem, de? És itt gondolom, most megy ez a zene. Igen, és most itt kifaroltunk. Kisiklott a vonat. Ne, nem fogok megvárni még egyet. Előre, hátra, vissza. Mi történik? Elmennek a... És most? Persze, kezdjem előről. Mert ez idáig is annyira jól ment. Na, regen a cart. Nem, ennek semmi értelme, srácok. Itt van az a végtelen mennyiségű klónjáték, ami van. Tessék, Get Rich Tycoon. Ilyen is van. Puh. Story. Milyen jól néz ki. Halloween Rainbow. Halloween Rainbow Worn. Fú. Itt üzent a Robloxnak, hogy kérjük, ne töröljenek le. És ahogy látjátok, ebből is van szinte végtelen mennyiségű. Ezt egy picit többen lájkolták, mint az előzőt. Úgyhogy nézzük meg ezt. Hát ha ez valamivel jobb, mint a nagy rakás semmi, ami az előző volt. Fú, szinte ugyanúgy néz ki, mondjuk ezt gondoltam volna. Itt legalább nincsen ormótlan zene. De itt is úgy látszik fizetnem kéne mindenért. Ó. Előre. Nem? Átra.
Ó, értem, szóval ezt a zöldet megnyomom. Jó, akkor itt lehet, hogy történni is fog valami érdekesség. Itt ott van blue, és úristen. Szóval lájkolok, akkor lehet, hogy kapok free gear-t. Ezt így gyönyörűen ideírták, már csak azért jobb, hogy a Comic Sans-a lenne odaírva. Lehet venni Speedy Shoes, Gravity Coil-t, admin komandokat. Jézusom, farolok ki, 200 Robux nekem csak most. Ezzel lassi... Ja, értem, ezzel tudom lassítani, hogy ne... Értem, szóval akkor itt rendesen van Touch Teach. Szóval itt nem csak így megyek, hogy tá-tá-tá-tá, hanem itt van Touch Teach. Gondolom, ha lassabban megyek, akkor kisebb az esélye, hogy a kanyarokba kisikoljon vonatom. Látjátok, géniusz Gergő. Értem. Szóval, ha gyök kettővel megyek, akkor van esélyem 2 hét múlva oda feljutni. Azok ott egymás után mennek. De mi van, hogyha én nem akarok oda feljutni? Várjál, figyelj, most átmegyünk itt a kanyar után, azt beveretem ötösbe. Bizé, figyelj, bem 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 figyelj! Ne! Új! Pedig gondoltam, hogy ez... Ó, szét is robbant a testem. Srácok, ennek nincs nagyon sok értelme. Nem tudom ti, hogy vettök vele, de... Ennek aztán semmi értelme nincs, még át is tudok rajta ugrani. Semmilyen double shaken espresso nincs itt. Itt ez a vége lenne? Danger. Launches you off. Kérek ilyet. Ide, kérek egy kartot. Ezen te kilő engem. Na, let's go. De akkor maxi pocakkal gyerünk előre. És ez hova lő ki? Ez volt a launches you off. Das was. Ez nagyon béna volt. És akkor lehet ilyeneket venni, ugyanolyanokat, mint a másik játékban. Persze Robuxért. Sőt, rádiót is kapcsolhatok. A rádió is pénzbe kerül. Vannak abusive kommandok, 999 Robuxért. Na, srácok, ez az, amikor erről beszélek, hogy írjátok nekem, hogy már van új Rainbow Friends játék, stb. Úgy, mint ahogy az előzőben is elmondtam, nagyon legyetek figyelmesek ezekkel kapcsolatban, ugyanis semmi másra nem mennek rá, csak hogy a Robuxot kiszedjenek belőletek. A Fragment Games az eredeti készítője a Rainbow Friendsnek, ha lesz új játékuk, az itt fog megjelenni. 2 játékuk van, az egyiket több mint 40 000-en játsszák jelenleg is, a másikat 2-en. Nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan kihozzák a Chapter 2-t, mert addig is mindenki más le tudja szkemmelni azokat, akik nem figyelnek oda. Úgyhogy, ja, ez egy ilyen picike teszt volt, szeretném a figyelmeteket felhívni erre a dologra. Amúgy nagyon durva, hogyha megnézitek, hogy több mint 1,5 millió ember favoritelte, több mint 874 millió vizitje van. És 2021 novemberében csinálta. És 2022 10. hóba lett frissítve, szóval nem régen. 2 napja. De vajon mi lett rajta javítva? Ja, jó van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ez most egy ilyen kis rövidebb videó lett. Remélem tetszett azért nektek, és remélem sikerült felhívni a figyelmeteket arra, hogy ne verjenek titeket át. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ti vagytok a legeslegjobbak, és nem felejtjétek el a tutti juice-i gyermeketek. Sziasztok!